Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Bemutatták az e-archívumot. Tanulmánykötet jelent meg a 60 éves Erdész Ádám tiszteletére. Aranyt ünnepelték a Dürerben. A költő kevésbé ismert zeneszerzői tevékenységét emelték ki. Új kurzusok az akadémián. Erősíteni a nyugdíjasok képzését a Gál Ferenc főiskola vezetése. Szorobán verseny az Implomban. 16. alkalommal rendezték meg a területi megmérettetést. Tanulmánykötet jelent meg Erdész Ádám tiszteletére. Az idén 60 éves megyei levéltárigazgatót a Városháza dísztermében köszöntötték, és az ünnepségen mutatták be a levéltár dolgozói által összeállított e-archívum című könyvet. Ez a nap híre. Az idei évben 60 éves Erdész Ádámot köszöntötték pénteken a Városháza dísztermében. A megyei levéltár igazgatója tiszteletére az intézmény munkatársai egy tanulmánykötetet állítottak össze. A kötetet és a köszöntést az igazgató előtt próbálták titokban tartani, ő azonban apró jelekből már sejthetett valamit. Legutóbbi leleplezőzést azt Dusnoki Jóskától hallottam, hogy a praktikus gondolkozású konyhásnéni lemondott állagban az ebédje, de úgy is fejlesző lesz. Az e-archívum című tanulmánykötetet ünnepélyes keretek között adták át a levéltárat 2006 óta vezető Erdész Ádámnak. A kötet tartalmát a társszerkesztő Héja Julianna Erika főlevéltáros ismertette. A történészi és levéltáras szakmában hagyomány tanulmánykötetet megjelentetni a jelentős munkássággal rendelkező tudósok születésének kerekéfordulóin. A kollégái, barátai, pályatársai írtak bele, minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül, és hát neki a kutatási területeihez illeszkedve, illetve vannak benne kifejezetten Békés megyei írások is. Az igazgatót a város részéről Görgényi Ernő méltatta. A polgármester elmondta, hogy Gyula mindig számíthatott a levéltár igazgatójának tudományos munkájára. Akár ha a szigetelő programunkra gondolunk, akár hogyha olyan levéltári kutatásokra, vagy akár régészeti kutatásokra, melyek a múlt feltárását segítik, vagy akár hirtelen kell egy október 6-ai megemlékezéshez egy kitűnő szónok, rád mindig számíthat. A történész köszöntésére az országos levéltárból is érkeztek vendégek, akik Erdész Ádám igazgatóként elért eredményeit és történészi tevékenységének fontosságát hangsúlyozták. És nagyon fontosnak gondolom, hogy itt Békés megyében akár azok a levéltárpedagógiai programok, akár itt az elektronikus iratokkal kapcsolatos tevékenységben aktívan részt vett. Úgyhogy ez nagyon fontos ünnep számunkra, hogy ennyien itt lehettek, és az ő kerek születésnapjára ez a kötet megszülethetett. Erdész Ádám ugyan sejthette, hogy a kollégái készülnek valamire, mégis meglepetésként érte a köszöntés. Nem tudtam erről a kötetről, meg is lep, hogy ennyi ember tud valamiről, és az továbbra is titokban marad. Tehát az első a meglepetés, hát a második az öröm, hisz itt 25 olyan kiváló kolléga írt az én tanulmánykötetembe, akiknek tisztelője, barátja vagyok, ennél többet az ember nem kaphat, és láttam, hogy rajtuk kívül is nagyon sok kolléga az ország minden részéből, Szombathelytől, Budapestig, Nyíregyházától, Szegedig, itt van, rendkívüli dolog számomra. Az ünnepségen emellett Oltvai Ferenc díjat vehetett át a levéltár egykori igazgatója, Szabó Ferenc. A költészet napjára készülve Arany János születésének 200. évfordulójáról emlékeztek meg a Dürer iskolában. Az ünnepségen a költő munkásságának ismertetésénél elhangzott, hogy zeneszerzői tevékenysége is az életének egy részét képezte. Mi a Tűzhely Idegháznak, mi a Fészek Kismadárnak, mi a Harmad Szomjú Gyepre, mi a Balzsam Égősebre. Arany János Vigasztaló című verséből olvasott fel részleteket Vágó Nóra, ezzel kezdődött az a megemlékezés a Dürer iskolában, melyet a költészet napjára készülve Arany születésének 200. évfordulója tiszteletére rendeztek. Arany János költő, műfordító, vándorszínész és nemzetőr is volt, akiről sokan tudják, hogy barátságban volt Petőfivel, hogy József Attila nagyon tisztelte a munkásságát, azt azonban már kevesebben, hogy sokrétű zenei tevékenységet is végzett élete során. Ahogy kutatgattam, egyre több helyen találtam erre utalást, hogy ugye egyrészt a zeneszerzői tevékenysége, tehát ő kottát írt, olvasott, zenélt, ugye nyilván ez összefüggésben lehet a vándorszínészi mi voltával is,
Viszont egy igen jelentős népdalgyűjteménye is van, amit Kodály Zoltán adott ki. Pontosan nem tudom megmondani, de azt hiszem a halála után 80 évvel. Az ünnepség keretében a gyerekek és a pedagógusok közösen szavaltak el egy részletet a Rege a csodaszarvasról című költeményből. Az iskolában nagy hangsúlyt fektetnek a kultúra népszerűsítésére, ezért is hirdettek meg Arany Jánossal kapcsolatos rajzpályázatot és házi vetélkedőket. Én magyar szakosként külön a szívemen viselem ennek a területnek a sorsát, kollégáimmal együtt az intézményben mind az alsó, mind pedig a felső tagozaton vers és prózamondó versenyek zajlottak éppen az elmúlt hetekben, illetve készülünk a városi fordulókra is. A megemlékezés végén az aranyemlékév tiszteletére rendezett rajzpályázat eredményhirdetésén a helyezéseket elért diákokat díjazták. A meglévő kurzusok mellett továbbiak elindítását is tervezik a Gyulai Nyugdíjasok Akadémiáján. Az új fenntartó a Gál Ferenc Főiskola vezetése megtartva az eddigi értékeket kívánja tovább népszerűsíteni az előadás sorozatot. Először 3 időt hoztak létre. Budapesten, Szegeden és Pécsen. Blasics Gábor nyugalmazott bíró tart itt előadást a Nyugdíjasok Akadémiáján a törvényszék történetéről. A jogi témakör már második alkalommal lett meghirdetve az akadémia életében. A 15 évvel ezelőtt elindított oktatási sorozat töretlen népszerűségnek örvend az idősek körében. A második fél évben is közel 70-en vesznek részt a kurzusokon, vannak, akik már több éve rendszeresen látogatják az akadémiát. Ugye a gyerekeim azt szokták mondani, hogy amit fiatalabb koromban kihagytam, azt most szeretném pótolni. Ez valóban így igaz, mert ugye iskolát ugyanannak idén elvégeztem, utána elkezdtem dolgozni. Nagyon sokat dolgoztunk reggeltől éjszakáig, nem igazán volt se időm elmenni sehova, se meg egyéb más dolgok, és most mióta nyugdíjas vagyok, úgy gondoltam, hogy ezt... Bótalom. Az új fenntartó, a Gál Ferenc Főiskola is elkötelezett az akadémia mellett. A meglévő népszerű kurzusokon kívül a későbbiekben továbbiak elindítását is tervezik, felmérve, hogy mire lenne a legnagyobb igény a hallgatók részéről. Elsősorban a földrajzi kurzusok voltak a legsikeresebbek, amikor is egy-egy tájat, országot lehetett megismerni. Ez most is van, tehát földrajzi mozaikok címmel Gila tanár úr most is tartja, illetve egy újjal egészítettük ki, 5 alkalommal hagyományok, ízek, régiók, rövidítetten hír címszó alatt Magyarországnak a hungarikumaival lehet majd megismerkedni, illetve a régióknak a jellegzetességeivel, tehát a gasztronómiai jellegzetességeivel. Az akadémia keretében folytatódik a jóga oktatás, a későbbiekben szeretnének az ezt a korosztályt érintő pszichés problémákkal is foglalkozni, és a tervek között szerepel olyan nyílt napok elindítása is, amikor nem csak az akadémia hallgatói, hanem bárki beülhetne egy-egy érdekes előadásra. 16. alkalommal rendezték meg a területi szorobán versenyt az Implomban. A vetélkedőre idén 113 kisdiák érkezett az iskolába, ahol immár 21. éve folyik szorobán oktatás. Az Implom iskola 4. osztályos diákjainak műsorával kezdődött a területi szorobán verseny eredményhirdetése csütörtökön délután. Az intézményben 21. éve folyik szorobán oktatás, és 16. alkalommal rendezték meg a területi vetélkedőt. A megmérettetésen 113 általános iskolás diák vett részt, Gyulán kívül érkeztek Kisújszállásról és Békés Csabáról is. Feladatlapokat központilag a fő központi versenyszervezőtől kapjuk. Szorobánon kell nekik számolni, különböző típusú feladatokat kell, nyilván összeadásokat, szorzásokat ezen az eszközön végrehajtaniuk, meghatározott időre, úgyhogy igen, alapos felkészülést igényel a gyermekek részéről. A gyulai iskolákból összesen 44-en jutottak be az országos döntőbe, amit Budapesten fognak megrendezni. Az új típusú kábítószer használatról tartottak előadást csütörtökön a szenvedélybetegekkel foglalkozó szakemberek számára. Rövid hírek következnek.
Kis László, a Védőburok Egyesület elnöke tartott előadást olyan egészségügyi szakemberek számára, akik munkájuk során szenvedélybetegekkel találkozhatnak. Ez egy pályázati segítséggel megvalósuló három alkalmas előadás sorozat első része volt, ahol elméleti információkat kaphattak az érintettek a drogfogyasztás megelőzésével kapcsolatban. Az egyik legnagyobb gond, hogy az új típusú szerekről nagyon keveset tudunk, ezért is fontos, hogy a szakemberek figyelmét felhívják minden az újfajta kábítószerekkel összefüggő tudnivalókra, melyek hasznos támpontot tudnak nyújtani a prevencióban. A Védőburok Egyesület megkeresésére azonnal igent mondott a Gyulai Kistérségi Intézmény vezetése, hiszen fontosnak tartják, hogy minden új információ eljusson a szakemberekhez, ezzel is segítve a megelőzés hatékonyságát. Görgényi Ernő polgármester azért is tartja fontosnak, hogy egy civil szervezet ilyen módon működik együtt az intézménnyel, mert egy komplex, többszörösen összetett problémáról van szó, ezért minden ilyen kezdeményezést támogatni kell. A programsorozat keretében a szakemberek iskolákban is tartanak előadásokat, a kistérségi rendezvénynek pedig két alkalommal lesz folytatása, ahol már gyakorlati oldalról is segítenek a prevencióban csoportfoglalkozások keretében. A járási hivataloknak a létrehozása ugyanazt a célt szolgálja egyébként, hogy biztosítani Magyarország területén élő emberek, fiatalok, gyerekek alapjogainak érvényesülését. Takács Árpád főigazgató, a programvédnöke nyitotta meg a szerdai Békés Csabai tanácskozást. A szakmai napot a megyei köznevelési intézmények intézményvezetői és fenntartói, valamint a köznevelésben, gyermekvédelemben eljáró hatóságok, szervek együttműködésének megerősítése érdekében tartották a megyei kormányhivatal épületében. Idén január 1-ével a strukturális változásoknak megfelelően a kormányhivataltól jelentős feladatok kerültek át a Békés Csabai járási hivatalhoz. Nem csak a megyeszékhelyi, hanem a megyében lévő megannyi járási hivatal köznevelési feladatokat is ellát hatósági jogkörben. Az intézményvezető felelőssége a köznevelés és a gyermekvédelem területén címmel megrendezett eseményen többek között előadást tartott Csepregi András is, aki speciális köznevelési feladatot ellátók részére nyújtott tágabb betekintést. Témában 8 előadást hallgathattak meg a résztvevők. A Sarkadi út felől érkezik Tóth László futó nagykövet kísérőivel, hogy aztán a vár mellett kialakított pihenőhelyen vegyenek frissítőt magukhoz. A gyulai szakaszt is a megyefutás keretében teljesíti a nagykövet, akit minden településen többen követnek futva vagy kerékpáron. A kezdeményezéshez több iskola tanulói és pedagógusa is csatlakoztak, mert követendő példának tartják az ötletet. A fürdővárosi szakasz közel 8 kilométer tett ki. A megyefutás március 28-án indult Békés Csabáról, és oda is érkezik vissza április 8-án. A cél felhívni a figyelmet a mozgásra, az egészséges életmódra, ehhez 52 megyei települést érintenek 580 km hosszúságban, naponta átlagosan 48 km-t megtéve. A polgármesteri pecsétés aláírás után, ami igazolja, hogy Gyulát is érintette a megyefutás, még egy rövid eligazítás következett, majd a futók elindultak az Eleki út irányába. Az opera világáról meséltek és énekeltek közel egy órán át a Magyar Állami Operaház Bohóz doktorai, az Erkel Ferenc Művelődési Központ Teltházas Színház termében. A két előadó Sárközi Szénia és Szűcs Attila Zsoldos Bálint zongora kíséretében mutatta be a diákok számára az opera világát. A társulat opera kommandóként járja be jelenleg Békés megyét. Céljuk az, hogy népszerűsítsék ezt a műfajt. A diákok számára fontos, hogy megismerjék a különböző zenei műfajokat. Erkel Ferenc szülővárosában ennek különös jelentősége van. Az opera kommandó következő előadása Szarvason volt látható. A szabálysértési ügyekben eljáró bíróságok és hatóságok közös munkaértekezletet tartottak a gyulai törvényszéken. A szakmai tanácskozás célja az volt, hogy a szabálysértési ügyekben eljáró rendszeres munkakapcsolatban álló szervek egy asztalhoz ülve egyeztessenek egymással, és megfogalmazzák javaslataikat. A tanácskozás külön hangsúlyt fektetett azokra a kérdésekre, amelyek a hétköznapi munkát nagyban elősegítik.
Az 1947. április 7-én alakult egészségügyi világszervezet tiszteletére ma ünnepeljük az Egészség világnapját. A szervezet fő feladatai közé tartozik a nemzetközi közegészségügyi munka összehangolása és az orvosi kutatások támogatása. Egészségünk megóvása érdekében a mindennapokban is sokat tehetünk. Ön mit tesz ezért? Hát próbálok étkezéssel odafigyelni, és egy kis mozgással is próbálok. És étkezésben ez mit jelent? Tehát mi az, amit preferálni? Hát végül is a legrosszabbak ugye a fehér cukrok, meg a fehér liszt, ezeket kerülöm, és akkor többszöri kevesebb étkezésre igyekszem törekedni. Nem sportolom. És az egészséges életmódra valahogy odafigyelsz, hogy még nem tart egészséget? Nem. És nincsenek problémáid? Nincs. Úgy élünk, hogy minden jó legyen. És étkezésben ez hogy nyilvánul meg? Hát nem vagyunk azon a nagyon nagy diétán, de azért a zöldség be van iktatva, minden napra legyen zöldség, jusson, alma, gyümölcs, gondolom. Gyógyszereket azért, hát van mellette kell gyógyszer, de azért próbáljuk úgy, hogy jó legyen minden. Felújítják a Békéscsabai Evangélikus Nagy Templomot. Új székhelyen a Békési Járási Hivatal. Lapszemle következik. Megújul a Csabai Nagy Templom. Több mint 800 millió forint kormányzati támogatásból újul meg hamarosan a Békéscsabai Evangélikus Egyházközség tulajdonában lévő több ingatlan is, közölte a Behír. Homlokzat és tetőfelújítás vár a Jaminai templomra és a mellette lévő gyülekezeti házra. Ifjúsági centrummá alakítják át a Hunyadi téren lévő egykori magtári épületet, ahol most bútorbolt üzemel, és felújítják a Szeberényi téren álló, Közép-Európa legnagyobbjaként számon tartott evangélikus nagy templomot is. Folytatnák a jó sorozatot. Idegenben a Dorog ellen építené tovább a Szeged 2011 Grosics Akadémia 9 mérkőzés óta tartó szériáját a csapatjátékosa Horváth Attila, írta a klub honlapja. A középpályás azt mondta, az eddigi jó eredmények titka az, hogy csapatként egységesek, így sikerült legyőzni a Nyíregyházát is. Új székhelyen a járási hivatal. A korábbi 4 épület helyett immáron 2 kizárólag állami tulajdonban lévő ingatlant használ a Békési Járási Hivatal. A békésijárások.hu azt írta, a kevesebb használt ingatlan költségtakarékosabb, vezetési szempontból hatékonyabb működést tesz lehetővé. Kerékpáros zarándoklat Prohászkától Prohászkáig. Második alkalommal zarándokolt a néhai székesfehérvári püspök temetkezési helyére a budakeszi Prohászka Ottokár gimnázium diákjainak egy csoportja az iskola névadójára emlékezve, írta a Magyar Kurír. A biciklivel bejárt útvonal állomásain keresztül egy lelki utat is bejártak a fiatalok, míg Budakesziről elérkeztek Székesfehérvárra. Szombaton felmelegedés kezdődik, csökken a szél, délutánra pedig csapadék sem várható. Vasárnap tovább emelkedik a hőmérséklet, és a jövő hét is naposabbnak ígérkezik. Szombaton mérséklődik a légmozgás, de még előfordulnak élénkebb széllökések. Reggel több lesz a felhő, elvétve zápor is kialakulhat. Délelőtt eloszlik a felhőzet nagy része, és a napsütés válik jellemzővé. Melegedés kezdődik, estére a szél is legyengül, éjjel csillagfényes, hajnalban párásabb, foltokban mérsékelten felhősödő idő várható. A hőmérséklet az éjszakai 5 fokról kora délutánra 17 fokig emelkedik. Vasárnap tovább melegszik az idő. A légmozgás déliesre fordul, de gyenge marad. Túlnyomó részt derült időre van kilátás, csak a hajnali, kora reggeli órákban várható párásodás, kisebb felhősödés. A hajnali 5 fokról a hőmérséklet kora délutánra 19 fokig emelkedik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Bemutatták az e-archívumot. Tanulmánykötet jelent meg a 60 éves Erdész Ádám tiszteletére. Aranyt ünnepelték a Dürerben. A költő kevésbé ismert zeneszerzői tevékenységét emelték ki. Új kurzusok az akadémián. Erősíteni a nyugdíjasok képzését a Gál Ferenc főiskola vezetése. Szorobán verseny az Implomban. 16. alkalommal rendezték meg a területi megmérettetést.
A híradót látták, most az értékőrző következik. Köszönjük figyelmüket, további jó tévézést kívánunk!